A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint tudjuk, és hiszen már számtalanszor esett erről szó, Székesfehérvár a művészetek városa és a kultúra és a művészetek városa. Ezért fontos, hogy megismerjük azokat az alkotó embereket, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ez így legyen a jövőben is. Nagyon sokat tettek a múltban, a jelenben. Ezért vendégem pedig Karockai Ottó, pedagógus, képzőművész. Nem sorolom, mert nagyon sok mindenről fogunk ma beszélgetni. Tisztelettel köszöntelek. No, hát azt tudjuk, hogy Nyíregyházán születtél, és nyilvánvaló, hogy Szabolcs megye volt az az otthon, ami az indítatást is adta. Viszont ha egy kisfiú életét nézzük, miként azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy miként választ magának bármilyen tehetséges is hivatást. Honnét jött például a rajz, a festészet, az alkotóművészet szeretete. Volt-e egy olyan pedagógus, akinek ilyen értelemben nagyon sokat köszönhetsz? Gondolkozom a kérdésen, mert kisiskolásként egy vidéki iskolában nem volt elsődleges az, hogy az ember mennyire jó rajzol, meg fest, megdicsértek, megvelegették a vállamat, de ez ennyi volt az indítatás. De alapból, tehát pici gyerekként, és én olyan szemlélődő voltam, és a világot úgy vizsgáltam, hogy próbáltam azokat megörökíteni és rajzolni. Tehát a Tisza vidéke, Bodrog köz, hegyalja azért az nyilván nagyon fontos volt. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Ez a vidék, az a tájegység gyönyörű, tehát tényleg a Tisza választja el a két megyét egymástól, és a Tiszán túl már a Bodrog köz és a hegyalja az egész a magas hegyekig elhúzódik, és annak megint csak egy más világa volt, mint a mi laposabb, sík vidékünknek, de ennek is nagyon-nagyon nagy varázsa volt, és nagyon sok szépsége volt. Nagyon fontos kérdés, hogy melyik az a pillanat, amikor egy felnövekvő ifjú hivatást választ. Nyilván az középiskolában dől el elsősorban, és gyaníthatóan nálad is így történt. Nagyon nehéz volt a választás, mert sok irányba nyitott az ember. Én egy vencselőn, most már Gáva vencselő ez a község, a 60-as években épültek és alakították ki a gimnáziumokat. Én egy vidéki gimnáziumban jártam, és ott érettségiztem. Úgyhogy egy nagyon bensőséges, személyes kapcsolatunk volt a tanárokkal, de maga ez a terület, a képzőművészet, a rajz az nem volt a prioritásban, tehát nem nagyon foglalkoztunk vele. De én mindig, ahogy már mondtam az előzőekben, és mindig nagyon szerettem rajzolni, úgyhogy én magamat is próbáltam miliserkenteni arra, hogy próbáljak dolgokat, eseményeket megörökíteni. Miként derült ki, hogy tehetséges vagy? Hiszen nyilvánvaló, hogy ez az alapja mindennek. Valószínű, hogy voltak erre utaló jelek, mert nyíregyházi tanárképzőre heten kerültünk be, biológia rajzszakra, és hát nekem előképzettségem nem nagyon volt, mint a városi gimnáziumban jövő kollégáimnak, alkotótársaimnak. Ők nagy hírű gimnáziumokból és képzővészkörökből kerültek oda, de azért én is kaptam biztatást, hogy próbáljam meg, mert érdemes volna. És akkor megpróbáltam a jelentkezést, és akkor ez sikerült. Rendben van, de nyilvánvaló a főiskolai évek alatt az a folyamatos fejlődés záloga, hogy ha valaki megkapja az indítatást, él vele. Igen, próbáltunk ezzel a lehetőséggel élni. Nekem Berec András volt a festőművész tanárom a főiskolán. Tőle sokat tanultunk, és azért voltak azért áthallások, és átnéztünk más területekre is, mert több művésztanár foglalkozott velünk. Tehát nem csak egy festőművész, hanem debreceni alkotók is voltak, festőművészek, Bíró Lajos és társai, akiktől nagyon sokat tanultunk.
a Tiszavidék, Zemplén úgy általában elkísért már akkor is. Tehát a stílus ilyen értelemben, hiszen ez egy rendkívül érzékeny lírai világ. Az nagyon, mert kisgyerekként, mivel ott nevelkedtem, a nagyszüleim Borsodban éltek, a Tisza választott el bennünket, a Vencselő és Kenéző között 5 kilométer volt a távolság, és mikor már nagyobbacska voltam, akkor már önállóan is mentünk a nagyszülőkhöz, és a nyírséget gyorsan váltotta ugye a bodroköznek a sejtelmes világa. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon élveztem, és gyakran kihasználtuk ezeket a lehetőségeket. Mentünk csónakkal, komppal, vonattal, sok lehetőség volt erre. Ez nyilván megragad benned, és utána megjelent papíron is alkotásként. Ezek volt olyan művet, ha így visszatekintesz, amit áttörésként érzékeltetsz? Amikor azt mondták, hogy ez igen, és amivel magad is meg voltál elégedve már. Hát olyan most sincs. Az még most sincs, mert mindig kell tanulni, fejlődni, de hát én azt hiszem, hogy a természetelvűség és a természet szeretete, én műben nem merném ezt megfogalmazni, de az, hogy a szakpárosítás nekem az alapszakom, az biológia rajz, tehát a két dolog, az nagyon-nagyon erősíti egymást, tehát az ökológia, a környezet és az embernek a kapcsolata és annak a vidéknek a sajátosságai, azok megjelentek a képeken. Egy szakmai lapban olvastam a szakértőtől, hogy a színek és a fények finom impressziói jelennek meg a képeiden, és a nyugalmat, derűt árasztanak. Ez alapvetés? Nekem ez alapvetés, és én mai napig is úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Eléggé furcsa, nehéz világot élünk, úgyhogy nagyon szükség van arra, hogy az emberek egy kicsit megnyugodjanak, vagy egy picit lelassuljanak, mert ez egy eléggé zaklatott világ a mostani. Az első pillanattól kezdve fontos volt számodra, hogy az a színvilág tükrözze mindazt, amit gondolsz, és amit látunk. Tehát hozzátettél, inkább mondom én, és nem elvettél belőle. Hát nagyon-nagyon fontos volt, nagyon fontos volt. Megtartva az alapokat, azért hozzátettem az egyéni színvilágomat, és mindig arra töregettem meg most is, hogy azok a színek harmonizáljanak, ízlésesen legyenek fölrakva. Ugye a tanári hivatást választottad, hogy kezdődött a tanári pályád? A tanári pályám az úgy kezdődött, hogy a TK-n nyíregyházi tanárképzőn végeztem 1974-ben, előtte Vencselő jártam iskolába, édesapám az iskolának volt az igazgatója, matek fizika szakos tanárként, anyukám magyar történelmes volt, meg németet tanított, és én onnan kerültem a tanárképző főiskolára, és 1975-ben végeztem biológia rajzszakon. Igen, és melyik volt az első olyan munkahelyed, ahol belevetődhettél a tanításba, hiszen akkor, aki igen, hivatást választanak, igen, nyilván ez az alap. Igen. Hát az a szülőfalumban volt, ahol apukám volt az igazgató, és a szolgálati lakásunk úgy volt, hogy csak egy kapu választotta el az iskolát a mi szolgálati lakásunktól. Én először ennek nagyon-nagyon örültem, hogy egy ilyen bensőséges kapcsolat alakul ki a környezetemmel, de tartósan ez nem vezethetett volna jóra, mert ugye nem biztos, hogy egy etikus dolog volt az, hogy az én apukám volt az igazgató is, és a főnököm is, és én akkor úgy döntöttem, hogy váltok. És, igen? És 1976-ban megpályáztam egy állást Fehérváron, a rajztestnéri szakos állást hirdettek meg, és úgy gondoltam, hogy ebből nem sok van az országban. Tényleg nem, nincs ilyen párosítás, mert én is utána végeztem el a rajzszak után még a testnevelési szakot, hogy ez nekem mindig életcélom volt, hogy egészségesen élni, és így gondolom, hogy így a legfontosabb, és elvégeztem a testnevelési szakot. És úgy kerültem a György Juszkár tér iskolába, Molnár György igazgató úr invitálására. Ez egy rendkívül nagy kihívás egy fiatal számára, aki hát nyilvánvaló, hogy tehát minden az újdonság erejével hat. Nem csak a környezetváltozás, hanem azért az ország másik feléből érkeztél meg. Milyen tapasztalatokkal bírsz, ha így visszatekintesz erre az időszakra?
én örömmel jöttem ide, mert rokonaim is éltek ebben a városban. Nagynénik, keresztanyám még is itt laktak, mikor katonáskodtam, akkor gyakran jöttem ide Fehérvárra. Én már megszerettem ezt a szép várost, ami nagyon szép középkori maggal rendelkezik. Ilyen értelemben íve volt a pályádnak. Milyen volt az első időszaka a tanítás szempontjából? Hiszen ez a két szak, rajz és testnevelés ilyen értelemben párosítva azért akkoriban még furcsa volt. Hát furcsa volt, és nem mindig tanítottam a három szakomat, elsősorban testnevelést tanítottam, és nagyon kis minimális óraszámba rajzot vagy biológiát. De mivel pályakezdő tanár voltam, és 76-ba kerültem Fehérvárra, az nekem egy nagyon felemelő jó érzés volt. Gyerekek elfogadtak, én úgy gondolom, hogy jó volt a kapcsolatunk, és én most csak sajnálom a mostani kollégákat, hogy milyen helyzetbe kerültek, mert akkor még azért volt tekintélye, presztízse a tanári pályának. És mi volt a képzőművész indítatása itt Fehérváron? Ez később indult be, a képzőművész indítatása az én életpályámon. Érekzenei iskolába kerültem tanítani, és ott nagyon sok jóhajlamú, művészet szerető gyerek volt a környezetemben, akik nem csak zenéből voltak nagyon jók, hanem rajzból, festészetből is, úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy most már jó lenne leporolni a régi eszközöket, ecseteket, és akkor intenzívebben elkezdtem dolgozni, festeni. Egy egyéniséget nyilván az különböztet meg a kevésbé egyéniségtől, hogy keresi a lehetőségét, hogy bemutatkozzon azt, amit művészi szinten csinál. Ez ugye a képzőművészetre is vonatkozik. Ki volt az, akivel sikerült felvenned a kapcsolatot itt Fehérváron, hogy aztán tágítsuk ezt a kört? Tehát nyilvánvaló itt azért volt hagyománya annak idején is, gondolok itt a ballagokra, nem sorolom a neveket, a képzőművészetnek. Közvetlen kollégánként a Szaká Antal festőművész sokat támogatott és biztatott, hogy foglalkozzak ezzel a területtel, tevékenységgel, de tényleg addig olyan okai is voltak ennek a kifutásnak, hogy nem volt rá időm, mert a Györgyoszkár téren, mikor tanítottam, akkor tanítás mellett én még edzősködtem is. Igen. És az edzősködés mellett, meg az osztályfőnökség és egyéb tanári munkák mellett nehezen került volna erre sor. Egy kicsit az edzősködésről beszéljünk, mert nyilván a képzőművészet az alap, ha úgy tetszik, igen, de azért az is fontos, hiszen testnevelés szakos tanárként ez elengedhetetlen. Én közben elvégeztem az atlétika szakon az edzői képesítést, és 1976-tól 82-ig edzőként dolgoztam, az utánpótlás nevelésével foglalkoztam. Ennek már az első feladata volt a vasvári iskolában lévő fiataloknak a felkészítése erre a területre. Ez három évig úgy működött, hogy városi sportiskolaként ténykedtünk, és itt voltak ilyen jellegű feladataim, és mikor megszűnt a városi sportiskola, akkor a Videoton SC vette át a atlétikai szakosztályt, és itt is a utánpótlás fejlesztésével foglalkoztam. Igen, hát ugye arra emlékszünk, hogy 1974-ben indult meg a Vasvári Pál Gimnáziumban a testnevelés tagozat, és a testnevelés tagozatosok között jó néhány veretes atléta egyéniség is nevelkedett, és utána a Vidiben, hiszen nagyon is jól tudjuk, a kolléganőnk Sasvári Csilla erre ugyanúgy, aki egyébként evezős volt, de nekem magamnak is nagyon sok középiskolás osztálytársam volt, akik atléták voltak, Németh Magdiék, Simon Tetsza, sokan. Ez a kettő tevékenység, ez hogyan tudott párhuzamos lenni? Tehát gondolok itt a tanítás, képzőművészet és az atléta edzőség. Hát ez a része, ez nehezebb volt, addig még a Vasváriba tanítottam, mert akkor tényleg kevesebb idő volt a festés rajzolgatásra, akkor csak olyan hobbi szinten, de nagyon elmélyülten nem tudtam ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Akkor inkább ugye az
biztatott, és az adott nagy sikert, hogy olyan tanítványaim voltak, mint a Lajkó Csaba, aki többszörös maratoni futóbajnok volt, vagy Demeter Jóska, az mondjuk nem az én érdemem, de oda járt a György Huszkár térre, vagy Ab Krisztina, nem lehetne sorolni itt a neveket. A váltás ez akkor történt, mikor a énekzeneiskolába kerültem, és ott már egész más feladatom volt, és jobban volt rá idő, igény is, meg hát bizonyítani kellett a gyerekeknek is, hogy ezt hogy kell csinálni. Ez egy elhatározás volt, hogy sokkal mélyebben foglalkozol a képzőművészettel? Tehát volt egy pillanat? Vagy ez egy folyamat része volt? Ez egy folyamat része, meg a lehetőséggel igyekeztem a lehetőségeket kihasználni, mert addig kevesebb volt úgy a lehetőségem. De készültél arra, hogy képzőművészként is nevet szerez? Tehát volt olyan, aki támogatott ebben és bíztatott? Nem föltetne az volt a motiváció, csak az, hogy a hobbinak a szeretete, hogy azt lehet magas szinten csinálni. Annyira tudatosan én nem akartam azt, hogy én most festőész legyek, mert akkor talán a képzőre kellett volna jelentkezni. Tehát egyre többet festett az ember, és olyan jó érzést töltött el, hogy nagyon sok embernek tetszenek azok a dolgok, amit az ember kiad a keze közül. Tehát akkor már nyilván voltak egy idő után kiállítások. Igen. Melyik volt az áttörés ilyen értelemben? 2002-ben volt a Váciban egy nagy kiállításom. Akkor én még a énekzeneiben tanítottam, és ott volt onnan indult ez az én szakmai sikerem, mondjam úgy, hogy szakmai siker, ahol hát még akkor szegény Ballogó Imre, M. Tóth Pista bácsi is ott volt a kiállításon Szakál Antal, akik meglátták a képeimet. Tehát ez megerősítést jelentett mindenképpen. Igen. Mikor csatlakoztál az Áron Nagy Lajos művészetbarátkörhöz? Hát az Áron Nagy Lajos művészkörhöz pontos dátumot nem tudok mondani, de egy 8 éve. Tehát az egyébként egyénileg csináltad a kiállításaid is, hiszen az meglepő volt számodra, hogy egyre többen megismernek az országban? Mert hogy így történt, hogy számtalan helyre kerültek képeid, kiállítással bemutatkoztál, én elolvastam jó néhány olyan cikket utána, ahol megerősítetett, hogy egy rendkívül tehetséges, egészen különleges látásmóddal rendelkező képzőművész jelentkezett itt, ott, amott. Jó érzés volt, nagyon jó érzés volt, és ez tényleg engem nagyon-nagyon motivált. Hát egy darabig mentem a kiállítási lehetőségek után, aztán jött egy olyan idő, mikor már engem is megkerestek. Mert ugye Európa több országába is eljutottak a képeid. A képeim, igen, és volt kiállításom Olaszországban is. Megmaradtál a stílusodnál? Vagy finomítottál rajta és kiegészítetted? Ugye ezek a természetközeliség alapvetés, amiről beszéltünk, meg hogy érzékeny, finom és lírai. A színválasztásaid is egyediek voltak. Ez mind megmaradt, vagy folyamatosan lépdestél föl? Ezek folyamatosan változnak. Én nehéz az embert stílusokba bele kategorizálni, meg nem is cél az, mert attól függ, hogy milyen képet fest meg az ember. Tehát nem, én nagyon szeretem az impressionistákat, de ahhoz hasonlóan, de azért eltérő és egyéni ízzel próbálom a képeimet alakítgatni, de ez mindig változik, tehát fejlődik. Tehát mondhatjuk azt, hogy továbbra is a közvetlen élmények hatnak a festőmunkádra? Ilyen értelemben járod az országot? Igen, úgyhogy megpróbálok sok helyre eljutni, addig, míg az embernek a fizikai realitásai, a fizikai képességeid megengedik ezeket a lehetőségeket, addig próbálok sok helyre eljutni. Baranyától kezdve Zaláig, Nógrádig, sok helyre. Az Országos Képző és Iparművészeti Társaság tagsága az mennyit segített a művészi kiteljesedésedben? Az ebből adódó táborokba, ahogy eljutottam, az sokat segített. Ennek az OKI tagjaként viszont újabb kiállítási lehetőségek voltak. Úgyhogy egy nagy megmérettetés volt, ahol országos szinten hasonszörű, vagy hát tehetségesebb
tehetségtelen emberek megjelentek, és láthattuk egymás munkáit. Ráadásul ugye barátságok szövődnek nyilvánvaló. Igen, így van. Így van. És a Bárka Művészeti Szalon az mi közrejátszott abban, hogy egyre népszerűbb lettél? Igen, tolnai alkotók hívtak oda, hogy ott is mutatkozzam meg. Viszont azt el kell mondani az ilyen szervezetekről, hogy ezek szépen kopnak ám az idővel, mert nem lehet mindennek eleget tenni. Úgyhogy én most tulajdonképpen az Áron Nagy Lajos körnek vagyok a tagja, és a Derkovics kör tartom most. Igen, nagyon erről fontosnak. Nyilván beszélgetünk. Igen. Mennyire összetartó a művészközösség hazánkban? Így azt hiszem, hogy ennyi idő után azért van véleményed erről. Hát kellemetlen a kérdés, kellemetlen, mert hát azért mindenkiben az bujkál, hogy ő azért jobb, mint a másik. És hát van, aki ezt tudja palástolni, van, akinek ez nem sikerül. Próbál az ember póker arccal dolgokat elfogadni, hát mi se vagyunk tökéletesek. És ebben az értelemben hol tart a magyar képzőművészet? Hiszen azért tudjuk, hogy egyre több fajsúlyos középiskolában, illetve egyetemen tanítják a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat, és nyilvánvaló, hogy a felgyorsult világban is változott a stílus, nagyon sok minden változott. Hát nagyon komoly a képzés, nagyon komoly bázisok, alapok vannak. Festőtáborokból derült az ki, hogy volt olyan, aki a kisképzőbe járt, volt, aki Pécsre járt képzőművészetibe, hogy ez mekkora előny volt annak, aki oda járt. Nagyon-nagyon sokat jelentett, nem csak a régi korosztálynak, hát a újaknak meg feltétlen, de én úgy gondolom, hogy most a kortárs művészet a kicsit más irányba megy a művészetnek az elismertsége, tehát erre van igény. Amikor lehetőséged nyílt arra, hogy átvedd a Derkovics képzőművészeti kört oktatóként, segítőként, mentorként, akkor mi volt az elsődleges célod? Hát minél többet segíteni az alkotóknak, mert ők sokáig magukra voltak hagyatkozva, nem foglalkoztak már velük, ugye mikor Szentes Otokár már ebből kiszállt, tehát nem vezette a kört, akkor a dr. Wollein Mária titkár vette át ezt a szervező szerepet és az összetartó szerepet, tehát mindenféleképpen kellett nekik egy olyan pont, aki valamilyen irányban próbál hatást gyakorolni az ő munkájukra. Igen, itt jó értelemben vévő tehetséges amatőr festőkről van szó, tehát ezt tegyük hozzá, akiknek rendkívül fontos, hogy milyen elvek mentén folytathatják azt a munkát, amit elkezdtek. Ennek tükrében pedagógusra van szükségük, vagy festőművészre, vagy mindkettőre? Én úgy gondolom, hogy mindkettőre. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a festő jó pedagógus is legyen, mert voltak azért nekem olyan élményeim, ahol kiváló, tehetséges festők azért nem tudták kezelni az embereket. Nagyon fontos az, hogy pedagógusként másképp áll az ember a dolgokhoz. Én azt láttam, most ugye volt a Vokélban, a Vörösmarty Mihály intézményben egy remek kiállítás, hogy felfelé ível a Derkovics kör is ismét, tehát ahogy említetted, hogy egy ideig elhagyatottak voltak bizonyos értelemben, most már ezt nem mondhatjuk. Hát mi mindent kell tenni ezekért a hétköznapokon, hogy egy ilyen kiállítás valódi ünnep lehessen? Dicsérni, dicsérni, dicsérni. A dicséret az óriási erőt, lendületet jelent. Ugye ezek a idősebb hölgyek, akiknek nagy része nyugdíjkorú, hát már a jártasság szintjén állnak, tehát nem először festenek képeket, de mindig lehet finomítani és javítani a képeken. Ehhez kell kellő, ahogy én már nyilatkoztam is többször, hogy kellő alázat, szorgalom kell, együttműködés, csak akkor lehet haladni, hogyha ezeket a szabályokat az ember betartja, és dicsérni. A dicséret nagyon-nagyon fontos. És a saját művészi pályát hol tart most? Hát én ezt nehéz megítélni, mert én ezt nem, hát csak ugye a kiállítások kapcsán szoktam remélni, hogy mennyire dicsérik, meg mit írnak a könyvekben. Igen, ez nyilvánvalóan fontos. Például... Van visszajelzés, de nem nagyon akarok én ebben nagyon belemélyülni, mert
már úgy gondolom, hogy kell egy szerénység is, tehát nem szabad nagyon-nagyon előre nyomulni, mert az nem jó. Most például milyen kiállításra készülsz a közeljövőben? Hát nem akarok semmit se most. Van egy nagyon egyszerű kis kiállítás, de ez csak tényleg a baráti körből néni kérték, hogy egy óvi galériába vittem egy pici kis gyerekeknek egy pár képet a Maroshegyi óvodába, ahol a Kimiti Ági az igazgatónő, és egy olyan kiállítás volt a kis picurkáknak, 300 vagy majd közel 300 kis óvodásnak, hogy a Hermannból jöttek zenetanárok, meg gyerekek, és akkor volt egy kis zene, meg pár kép. Na, hát ez tökéletes, annál is inkább, tehát indítatásnak egyértelmű. Tehát akkor most nem készülsz. Viszont nyilván van egy olyan jövőképed, ami a képzőművészeti pályádra is vonatkozik. Mit szeretnél még? Hát még többet kihozni a magam kis egyszerű képességeiből, mert az fontos, meg mindig kell tanulni, meg mindig lehet fejlődni, és a többit az majd az élet megoldja, hogy hogyan. De ha már nem lennének kiállítások, csak magamnak festenék, meg a szűk környezetemnek, akkor sem lenne gond, tehát nem fogok ebből problémát csinálni. Mit kívánhatunk mi képzőfehérvári és nem fehérvári képzőművészet barátok Karockai Ottónak? Egészséget. Egészség az nagyon fontos, boldogságot hozzá, harmonikus kapcsolatokat, emberi kapcsolatokat, mert sajnos egyre inkább romlanak ezek az emberi viszonylatok. Nos, hát akkor ezt kívánjuk, és emellett én ihletet is kívánok, hogy továbbra is gyönyörködhessünk a képeidben, illetve hát minden jót a Derkovics kör valamennyi alkotójának, hiszen ahogy bizonyították már számtalanszor, igenis ott van bennük, ott van a tehetség, és ezt, ha napvilágra kerül, az jó minden székesfehérvárjának. Otto, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen a kör nevében, és azt is, hogy tudtam egy kicsit magamról. Köszönöm egy szépen. Pár szóban beszélni. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Karockai Otto tanár, festőművész volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.